srác, én Excel vagyok. Most nem láttok semmit, azt hiszitek, semmi nem lesz, de mindegy, a címből már úgyis lejött nektek, hogy ismét egy cipőt fogunk kibontani, ami itt is van. Szóval ez most talán valamivel kicsit nagyobb doboz, nem tudom, de ezt a csörgős szart ki is szedem, hogy tudunk beszélni. Most le is szedem róla, ezt a dobom. Nos, ugye volt egy cipős videóm, ugye a Yeezy, amit bemutattam nektek, és nagyon sokatoknak tetszett, és vásároltatok is olyan cipőt, aminek én örülök, hogy tetszett nektek, és hogy szerettetek volna a t-shirt. Körülbelül 5 ember visszajelzését kaptam, 5 ember írt nekem, hogy megjött a cipő, meg tényleg minden fasza. És tényleg 2-4 napos házhozállítási idő volt, és egyik srác az kicsit megijedt, mert nem jött meg neki a cipő. És azt írták, hogy már kiszállították, pedig nem is. De lényegében neki is megjött a cipő, csak ugye az oldal elírta neki, azt írta, hogy már kiküldve. De viszont mondtam neki, hogy mindenféleképpen a DHL-nek a trackerjét kell figyelembe vennie. És hát neki is megjött, nagyon örül neki ő is. És most egy NMD Human részt hoztam el nektek, amit most kicsit váltunk egy kameraszöget, szóval várjatok egy picit. Amit kifelejtettem a videóból, hogyha szeretnétek ugyanezt a cipőt megvásárolni, vagy hasonlót az oldalról, elég sok fajta választék van, akkor a leírásba találtuk egy kuponkódot, illetve egy linket a weboldalhoz. Így egy valamelyes fokkal jobb lett szerintem a kameraszög, nem tudom. Most ez egy másik oldalról van. Ugye a Yeezy-nél elmondtam, hogy elméletileg az a legmagasabb replika minőség, ugye 50 000 forint nagyjából az a replika a cipő, a Yeezy, és az tényleg ugye a fele az eredeti Yeezy árának, ahogy néztem, használt csoportokban lehet kapni egy olyan 90 000 forint körül Magyarországon, és próbáltam azt, hogy mert ez az oldal engem felkeresett ugye e-mailen keresztül, hogy tetszett nekik a videóm, és hogy szeretnének felkérni engem erre, én meg mondtam természetesen, és mondták, hogy válasszak egy cipőt, és nekik is volt Yeezy termékük, de sajnos az nem volt nekik készleten, ezért kértem egy NMD Human részt, szóval sajnos nem bírom a kettő cipőt, vagy a két replika cipőnek a minőségét összehasonlítani, hogy tényleg mennyivel másabb, de viszont hoztam egy ilyet, amit még én sem láttam, szóval ezt együtt fogjuk itt kibontani, így. Ezt a felét is bontottam, vagyis hát még nem, de rajta vagyok. És hát mondjuk lehet, hogy nem ezt a kés kellett volna kiszedjem a fiókból. De meg is oldjuk mindjárt, sőt ki is csomagoltuk. Ja, értem. Kicsikét meg voltam ijedve, hogy egy ilyen szürke, konkrétan fos kartondobozba kapjuk magát a cipőt. De most egy kicsikét megnyugodtam, szóval. Úgyhogy ha ránéztek, akkor ott az Adidas jel. Illetve megkapjuk az eredeti Adidas cipőjébe, Adidas cipős dobozba, mert ugye az eredetnek is ilyen van. Ugye ezt is ugyanúgy a DL szállítja, ez is 3 nap alatt volt itt. Na várj, nézzük meg, bontsuk ki akkor. Ugye ugyanazt látom, amit ti. Ilyen zsírpapír, vagy ezt nem is tudom minek mondják, ugye. Ilyen átlátszó, ilyen. Látjátok rajta az Adidas jelet, szóval eléggé babán néz ki ez is. És itt a cipő maga, amit ki is veszek, megmutatom nektek. Hú, basszus, ez nehezebb, mint a másik fajta. Na, nézzük is meg tényleg, így néz ki. Ugyanolyan szövetből van a cipő, meg hátul is. Minőségre azt mondom, hogy tényleg jó, mert igen, nehéz, szóval valószínűleg tényleg jó minőség ez is, mert mondjuk ez a talp, ez kicsivel keményen, mint a Yeezy-nek, de maga a cipő az kinézetre tényleg nagyon azt sugallja, hogy jó, meg minőségi, meg minden. Ugye magába a cipőbe kapunk ugye egy ilyen kis talp, vagy hát nem cipő, hanem egy ilyen orrmerevítőt, vagy nem is tudom, hogy ezt minek mondják. Belülről így néz ki, nem tudom mennyire láttok bele magába a cipőbe. Próbálom kicsit úgy mutatni nektek, hogy belássatok ti is. Tényleg amúgy a minőségre igen jó érzetet ad ez is. Ezt a pár félre rakom, leteszem ide a székre. És kiveszem a másikat,
ugye ugyanúgy ebben is megtalálható maga ez a kis dolog. Konkrétan ez is ugyanúgy néz ki, mint a másik, szóval sok mutatnivaló nincs rajta. Talán amit még említésre méltó, azt, hogy kapunk hozzá cipőfűzőt, ez tök jó. Ez egy tök jó dolog. És itt leírja kínaiul, meg japánul gondolom, meg angolul, meg talán franciájú, hogy mimi. És ennek is a belseje full ugyanolyan, amit én mutattam nektek. Szintén ugyanolyan, mint a másik párja. Ugye itt az Adidas jel. Ez ugye teljesen kifog ide, a lábra fel fog illeszkedni. Ennek valamivel kicsikét keményebb, mint a Yeezy-nek a talpa, valamivel keményebb ugye ez a boost rész, vagy igazából az nem is tudom milyen anyagból van, de eléggé puha. Szóval Yeezy hosszú hordása után nem fáj tőle a lábam. Remélem ebbe se fog, szóval ezt a videót megint csak úgy fogjátok látni, hogy hordani fogom a cipőt, és utána fogok véleményt kifejteni róla. És ja, szóval most bevágok nektek egy pár közelebbi felvételt, igazából a csomagban ennyi volt, többe nincs benne, a dobozt félre is rakom, és kirakom ide nektek a két cipőt, így. A csomagban ennyi volt, nincsen más, a maga cipő volt benne, meg a cipőfűző, és ennyi, mondjuk mi is legyen még benne. Pár közelebbi felvételt be fogok nektek róla vágni, és akkor nézzük is azokat. I did.